Már is folytatódik a Megasztár 4 második döntője, és már érkezik is a színpadra az Agad Life Herschlagerrel, Fekete Dávid. Mother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good times, man. I got crazy's daughter, I got $1 million chime, cousin, I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my head, I got my head, I got my face, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my teeth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my teeth, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass. I got my arms, I got my feet, I got my fingers, cavalets, I got my feet, I I got my liver, got my blood. I got life, I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times mean. I got the crazy ways, mother. I got my heart, mother. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my nose, I got my lip, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle, I got life, 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 life. Köszönöm szépen! Fekete Dávid! Bravo! Hát igen. Először is köszönöm, hogy megfogadtad ezt a tanácsot, hogy a Hairből kellene énekelni egy dalt. Ez egyrészt jól esik, másrészt jó. Én adtam ezt az ötletet, ugye? Nem, én, de mindegy. Tehát a következő a helyzet, hogy szerintem a Hairt meg kell még nézned néhányszor csak, és kizag azért, hogy a Bergertől még át tudjál menteni egy kis ilyen szabadságvágyat, vagy nem is tudom. Tudod, ezek a hippik fölrúgtak mindenféle szabályt, és én úgy érzem veled kapcsolatban, hogy mindig valamilyen fajta szabályok mentén haladsz, és jó volt a dal, tehát a színpadon ez már megvan, és nagyon szeretünk téged, azt hiszem, így mindannyian a zsűriben, és hát az is tuti, hogy a közönség is imád, úgyhogy jó volt ez a produkció. Amennyiben ez hozzátartozik az előadás módhoz, én már csak azt vártam, amikor előre jöttél ide az asztalhoz, hogy fölpattansz, és levered az összes poharat, szóval, hogy úgy átszakítod a teret. Milyen egyetértek a Sándorra. Igen, igen, de ennek ellenére, szóval rád a színpadi évek várnak, ez kétségtelen. Nincs mese. Belefeledkeztem ebbe az előadásba még az angol tudás hiányod acára is, megmondom azt is őszintén. Szóval a Treat Williams, mikor ezt csinálja, akkor azért plébe kell a színpadon, amikor vagy az asztalon, amikor végigmegy és földönt mindent. De hát ezt nem is lehet másképp tisztán elénekelni, csak úgy, hogy az ember plébe kell. Most már ekkora mozgással azért ezt nem lehet elvárni. Voltak itt azért bizonyos problémák. Nem tudom, egyetértünk-e, de szerintem te is tudod. Jó, minden esetre gratulálok hozzá, itt lenyűgözted a közönséget. Én sajnálom, hogy nem ide ültél, és nekem is mutattál valamit, mert sokan mondják a környezetemben, hogy hasonlítasz rám. Igen, én ezt már én is hallottam. Úristen! De nem. Tényleg te vagy Fenyő Miklós törvénytelen gyereke? Nem. Csak azért, hogy holnap legyenek címlapok. Mármint, hogy magának legyen egy címlapja. Nekem magának más, nem lehet a gyereke, ugye? Dávid Gága.
Ja, bocsánat. Becsinál csak be, mert majdnem összevesztek. A Tamás azt mondta, hogy nézd meg a filmet többször, és ott nézd meg, hogy hogyan kell a szabadságvágyról beszélni. Én azt mondom, hogy nem filmeket kell nézni, hanem önmagunkban kell megkeresni a szabadságvágyat. Nekem ez kevés volt. Ez egy konszolidált előadás volt. Tényleg föl kellett volna állni az asztalra. Ezt 68-ban volt a premierje ennek a darabnak, amikor a diákok lázadtak Párizsban, bevonultak a tankok Csehszlovákiába, tehát ez egy olyan felforgató dalnak kell lenni, hogy igenis össze kell törni a poharat, vagy a kamerát, vagy akármi, de hogy történjen nem, valami. Nem, ezzel egyetértek tényleg. Megoldottál valamit, Enikőnek visszajött a hangja. Na jó, hát én azért tudom ennek a produkciónak a háttértörténetét. Két napig itt annyira félt a Dávid, ugye az angol szövegtől, magától, a képességeitől, magától. Soha nem énekel ilyesmit, de ez egy nagyon nagy feladat volt neki, én megvédelek, tehát sikerült. Volt néhány pillanat, amikor azt hittem, hogy nem, összeomlik számít, az hogy egész. Hogy énekel az ember angolul, érted? Nem számít, a szabadságvágy az... Jó, de a következő héten majd a nézők tovább juttatják, és akkor mindig pakolják. Azért mondtam, hogy a Hert meg kell nézni, mert 2008-ban ezt ma már nem lehet érezni, mint a 70-es években éreztek annak idején. Ezt mindig kell érezni, Tamás. Ezt mindig hát, kell. Hát, nincsen meg hozzá közeg, de ez meg is nem is a te probléma. Hát, teremtsük meg hozzá, a zsűriben, az jó, az azt jelenti, hogy hatottál, itt vagy, túlélted, szerintem jó volt, gratulálok. Na, egy lépés, csak így tovább, vállalj feladatokat.